Igazi nemzetközi csapattal érkezett Kisvárdára a Siófok. Szerb, francia, horvát és román játékosok is szerepeltek a keretben, a gárdát pedig a szövetségi kapitány testvére, a dán Lars Rasmussen trenírozta. A mérkőzést jól kezdte a Kisvárda, a 10. percben 4-3-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző. Aztán fordult a kocka, és a Siófok fokozatosan átvette a meccs irányítását, és a vezetést is. Mégpedig olyannyira, hogy előbb 4, majd 5 gól is volt már a különbség a 22. percben a Balatonpartiak javára. Az első játék rész végén aztán Tréscsuk és Rosa góljaival feljött a Várda, és 15-14-es vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben aztán az egyenlítés is összejött a Kisvárdának, ám hiába volt 16-16 az eredmény a 32. percben, 3 minutummal később már ismét a Siófok ment 3 góllal, majd a 39. percben már ismét 5-tel, többek között Zuknelli remeklésének is hála, aki nagyszerűen szállt be a játékba a vendégeknél. Innentől kezdve is a 3 és az 5 gól különbség váltakozott, a vége végül 5 lett, 31-26-ra győzött a Siófok. Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, mert egy olyan csapat ellen tudtunk ma nyerni, amely komoly játékerőt képvisel. Ez egy nehéz terep mindenkinek. De ezt a győzelmet beárnyékolja valamennyire az, hogy a hazaiak játékosa Tréscsuk Krisztina megsérült. Remélem, hogy nincsen komoly probléma, a legfontosabb tényleg, hogy minden játékos egészségesen fejezze be a találkozót. Így minden jót kívánok neki. Egy jó, küzdelmes mérkőzés volt, a saját csapatom teljesítményére pedig büszke vagyok, és nagyon örülök a győzelemnek. Fogalmazott a Siófok vezetőedzője, Lars Rasmussen. Máté Fiesztel nem örül a vereségnek, ugyanakkor a meccsképét látva megérdemeltnek tartja a Siófok győzelmét. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést. Az első fél időben már nagyon sok olyan ki nem kényszerített hibát követtünk el, amivel hagytuk az ellenfelet nagyobb gólkülönbség előnyre szert tenni. Utána rohantunk az eredmény után. Fél időre sikerült visszajönnünk 2 gólra, és hát sajnos a második fél időben is voltak nagyon rossz szakaszaink, hagytuk az ellenfelet ránk rohanni. Erre készültünk, hogy próbáljuk meg csökkenteni a gyorsindítások számát. Hát sajnos nem tudtuk ezt igazán megvalósítani, és ezért is nem sikerült pontot vagy pontokat szerezni mai napon. Nagyon bízom benne, hogy a Trisnek a sérülése nem nagyon súlyos, és jövő héten a Magyar Kupa mérkőzésen a csapat rendelkezésére áll. Tréscsuk Krisztina felépülése pedig azért is fontos lenne, mert a kisvárdai játékos meghívót kapott a világbajnokságra készülő magyar válogatott bőkeretébe is. A Kisvárda november 8-án a Magyar Kupában, a szintén NB1-es, jelenleg 11. Kecskemétet fogadja hazai pályán.